az Urivi áttörés 81. és a Donkanyar emlékkápolna felszentelésének 30. évfordulóján ökumenikus imádsággal, beszédekkel, katonai tiszteletadással emlékeztek meg az 1942-43-as dommenti csatákban hősi halált halt, fogságot szenvedett és túlélő katonahősökről. A megemlékezésen Bobori Zoltán költőíró, a Doni Bajtási és Kegyeleti Szövetség tiszteletbeli elnöke Nyílt Levél című írását olvasta fel. Az ünnepségen a megjelenteket a Katonai Emlékpark Pákhoz Nemzeti Emlékhely, a Doni Bajtási és Kegyeleti Szövetség, valamint az emléktüzet biztosító 457. számú Prohászka Ottokár cserkész csapat nevében Berdó Gábor a szövetség elnöke köszöntötte. Köszöntöm Önöket e megszentelt helyen, ahol a Doni tragédia 81. és az emlékkápolna felszentelésének 30. évfordulójára emlékezünk. Mint látják, a kápolna felújítása folyamatban van. Köszönjük a magyar államnak, a Székesfehérvári Egyházmegyének és a felújítást támogató politikusoknak, hogy a kápolna a közeljövőben régi fényében ragyoghat, és újra betöltheti hitünk szerint történelmi szerepét. Az immár 28. alkalommal tartott megemlékezésen dr. Tanárki Gábor a Fehérvár megyei kormányhivatal főispánja mondott beszédet, azt hangsúlyozva, hogy a mi feladatunk, hogy a hazájukért szolgálatot teljesítő magyar katonákról, a Donkanyarban elesett hősökről kegyelettel és méltó módon emlékezzünk meg. A beszédet követően fellobbant az emléktűzlángja, majd a történelmi egyházak helyi képviselői mondták el imáikat a dom mellett hősi halált halt katonák emlékére. Elsőként Spányi Antal megyés püspök mondta el gondolatait és imáját. Vállalták a helytállást hősi módon, ahogy ezt aztán a parancsnokok is elismerte a második parancsában, és vállalták azt, hogy szeretteikért akár az életüket is áldozzák. Fontos nekünk, hogy évről évre ezen a napon itt összegyűljünk, megemlékezzünk, emléktüzet gyújtsunk, és legfőképpen, hogy imádkozzunk értük. Értük a hősökért, az elhunytakért, a sokat szenvedőkért, az itthon maradott szenvedőkért, az árvákért, az üldözöttekért, akiket aztán a szocializmus, kommunizmus éveiben azért üldöztek, mert katonák voltak a felmenőik, de imádkozunk azért a békéért is, amelyet ma is annyi minden fenyeget, meggondolatlan, felelőtlen politikai döntések, amelyek mögött sokszor egészen alantas gazdasági érdekek vannak, hogy ne a rossz győzzön, hanem győzzön a jó, ne a háború döntse el az emberek sorsát, hanem az emberek békében találják meg saját életük kibontakozását. Imádkoznunk kell ezért, mert a béke rajtunk múlik, de végül is az Istennek az áldása is. Én szívből kívánom és remélem, hogy Istennek ezt az áldását képesek leszünk jó szívvel, tiszta lélekkel befogadni. Bence András evangélikus lelkész püspök helyettes imájában a mai háborús helyzetekre is kitért. Uram, ki látod-e világnak nehéz és véres harcait? Könyörgöm hozzád, esd be kérlek, fogd le a küzdők karjait. Szívüket, mely mint kígyófészek gyilkos méreggel van tele, járja keresztül szent jóságod irgalmas, végtelen kegye. Otthon rombolva dúl és tombol és gyújt és pusztít a halál, folytsd el a lángok vadcsóváit, mielőtt küszöbünkre száll. Ezt követően Mészáros László alezredes, a tábori lelkészi szolgálat protestáns, tábori esperese emlékezett meg a doni hősökről. Ők nem bizonyultak a meghátrálás embereinek, ami arra tanít, hogy a kilátástalannak, megoldhatatlannak, ismert és tudott helyzetekben, megszámlálhatatlan alkalommal emeltet felül a hozzád folyamodókat, akik csak beléd vetették bizodalmukat,
mert kora gyermekkoruktól így tanulták, és így lett életük nélkülözhetetlen része és fundamentuma, hogy te mindenütt jelen való vagy, hogy mindig megszólítható vagy, akár egy lövészárokban, vagy nyílt ütközet előtt, amikor az ember csak magára marad, és úrrá lesz rajta a csüggedés, a kétségbeesés. Berze János, fehérvári református lelkész is fohászkodott az áldozatokért. Akár élünk, akár meghalunk, az úréi vagyunk. Tekints irgalommal a gyászunkra és a családok fájdalmára. Enyhítsd a kint, ami testünket, lelkünket átjárja. Erősítsd meg a szeretet kötelékét, amely egybefogja minden gyermekedet. Jézus evangéliuma jusson el hozzánk a halálnak és a gyásznak idején. Jézus Krisztus által kérünk, aki meghalt, eltemették, feltámadott, felment a mennybe, ahol él és uralkodik veled, Atyánk, és a Szent Lélekkel, egy Isten, most és mindörökké. Amen. Végezetül Fekete Dániel, a székesfehérvári zsidó hitközség kántora mondta el imáját a hősi halált halt katonák emlékére. Az irgalom ura rejtse lelküket szárnyai menedéke alá örökre, és foglalja az öröklét kötelékeibe őket. Az örökkévaló, az ő osztályrészük, nyugodjanak békében sírjaikban. A megemlékezés zárásaként a tisztelet és az emlékezés koszorúját közösen helyezte el Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, Spányi Antal megyés püspök, dr. Tanárki Gábor főispán és Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere. Koszorút helyeztek el továbbá a Magyar Honvédség parancsnoksága és a Székesfehérváron állomásozó katonai szervezetek, a Történelmi Vitézi Rend, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Doni Bajtási és Kegyeleti Szövetség, a Katonai Emlékpark, valamint a Honvédség és a Társadalom Baráti Kör képviselői az ismeretlen Doni katona sírjánál.